El fog jönni, mert el kell jönnie az időnek, amikor az erdő minden magyar kultúrember szemének és szívének is egyik legkedvesebb tárgya lesz, és azt nem csak azért fogja nagyra becsülni, mert testét, lelkét üdíti és megnyugtatja, szép érzékét pedig gyönyörködteti, de mert a magán- és közgazdasági érdekek nézőpontjából is benne a nemzet egyik legszebb és legértékesebb kincsét ismeri fel. Tisztelt helyettes államtitkár úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, ezen gondolatokkal köszöntök mindenkit Kán Károly konferencián. Nagy öröm számomra, hogy magáról az erdőről, az erdőgazdálkodásról, és azon belül a magánerdőgazdálkodásról beszélhetek. Meggyőződésem, hogy csak a magánerdőgazdálkodásról, vagy nyilván, ha a másik szektort nézzük, az állami erdőgazdálkodásról nem lehet beszélni, az erdőről lehet beszélni, az erdő védelméről és az erdő gazdálkodásról, amit hát nyilván a törvény is megfogalmazott már. De mivel ez a feladatom, engedjék meg, hogy a magánerdő gazdálkodás specifikumairól is pár szót ejtsek, és ezt a közel 20 éves időszakot, 30 éves időszakot egy pár paraméterrel, egy pár dologgal alátámasztam. Nyilván mindenki előtt ismert, hogy a kárpótlási folyamatokkal a mezőgazdasági szövetkezetek esetében részaráj tulajdon kiadásával kerültek magántulajdonban elsősorban a termőföldek, így a termőföld közül maga az erdő is. Nyilván azt is tudjuk, hogy a kijelölés adott volt a szövetkezeti szektorból, illetve az állami szektorból pedig a periférián lévő területek kerülhettek magántulajdonba, amit jellemez a fafaj összetétel, a tagoltság. Nyilván legtöbb esetben nem a tömbösített nagyértékű tölgyesek, bükkösök kerültek át a magántulajdonba, hanem inkább, ha a fafaj összetételt nézzük, jelentős hányadban az akác és a nyár, de természetesen több értékes erdőt is kaptunk kezelésre. Ha az árbevételt nézzük, akkor ugye akácból és nyárból az 50% képződött, illetve képződik napjainkban is, tehát ez jól jellemzi gyakorlatilag a fafaj összetételt. A tulajdonosok száma jelenleg 500 ezer fölött van, ez indult a felével 250-300 ezerrel, a gazdálkodók száma pedig elérheti az 50 ezeret, 40-50 ezer között mozog a gazdálkodók száma. A tőkésítés hiányáról annyit kell tudni, hogy a szövetkezeti szektorban a termelő eszközök bennmaradtak a mezőgazdaságban, a hagyományos mezőgazdaságban. Nyilván az állami szektorban pedig a sajátjuk maradt, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy teljesen tőkeszegényen indult meg a gazdálkodás, mondhatjuk azt, hogy eszköz nélkül indult meg a gazdálkodás. Ugyanakkor a felszabadult munkaerőnek csak kicsi hányada tudott elhelyezkedni a szakmában, a magánerdő területén, tehát én azt gondolom a kezdet-kezdetén a szakirányításban is jelentkeztek problémák, illetve ki is jelenthetjük azt is, hogy a tulajdonosok nagyjából úgy érzékelték, mint a magyar futballt, mindenki ért hozzá, tehát én is értek hozzá, de ez természetesen bebizonyosodott az elmúlt évtizedekben, hogy ez nem így van, szakember kell hozzá, erdész szakember kell hozzá, erdész szakember kell az erdő kezeléséhez. Problémát okozott az osztatlan közös tulajdon problémája, illetve problémát okozott, hogy a természetvédelmi korlátozások esetén szóba se jöhetett a kompenzáció, szóba se jöhetett az egyesség. Ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, ahhoz egy szerveződésen kellett végigmenni a magánerdőgazdálkodóknak. Pár mondatban ezt az utat szeretném ismertetni. 94-ben a Társas Erdőgazdálkodók Országos Szövetségének jogutódja lett a mai MEGOSZ, ugye társas erdészeti termelőegységekből, társaságban, magánerdőgazdálkodókból alakult ki, és felvállalta gyakorlatilag a magánerdőgazdálkodás teljes nyugét, gondját, baját. 120 ezer hektár tulajdonol vagy gazd, vagy 120 ezer hektáron tulajdonol és vagy gazdálkodik a MEGOSZ tagsága. Ez számban nem jelent sokat, ezer körüli főt jelent ebből a sok gazdálkodóból, illetve sok tulajdonosból, de hogyha európai kitekintésben vizsgáljuk, akkor az arányok nem rosszak.
Tehát nem jellemző Franciaországban sem, hogy több ezer vagy több tízezres tagsága legyen egy társadalmi szervezetnek. Nagyon fontos, hogy a legfontosabb érdekképviseleti szerv Magyarországon, de nem csak nyilván az országban, hanem az unió területén is, tagja a CEFT-nek, ugye az Európai Magánerdő Birtokosok Szövetségének konfederációja, ami 24 országot tömöri, tehát 24 tagja van, és 16 millió tulajdonos van, családi gazdaságokból származott tulajdonosokról beszélünk. Azért azt gondolom, hogy Európában a magánerdő gazdálkodás súlyát megemeli. Mindenképpen ugye tudomásul kell venni, nem csak ugye azt, hogy Magyarországon van magánerdő gazdálkodás, hanem ez Európára jellemző és működőképes. Én azt szeretném, hogy Magyarországon is ez a működőképes szó dominálna, és a magyar magánerdőgazdálkodás is működőképes lenne. De mit is vállaltunk föl, amikor a magánerdőgazdálkodás megindításáról, működtetéséről beszéltünk? Hát nyilván nem a teljesség igényével, de nagyon fontos volt számunkra, hogy forrásokhoz juttassuk a magánerdő tulajdonosokat. Nyilván majd a VP jogcímekről lesz szó, szakirányítási támogatásról, egyéb pályázatokról, közfoglalkoztatási rendszerben is van lehetőségünk, ami azt gondolom, hogy nagy segítséget jelent számunkra. Együttműködés a társadalmi szervezetekkel, ez egy nagyon fontos gondolat, hisz én azt gondolom, hogy talán az elmúlt évnek és ennek az évnek a legnagyobb eredménye az az erdész szakmában, hogy ilyen jellegű összefogást az erdészeti ágazatban, és itt a teljes vertikumra gondolok, nem volt, vagy régen volt erre példa. Régen volt arra példa, hogy az agráriumnak a több gazdasági szereplője, tehát több társadalmi szervezete összefogjon. Nem kell messzire visszanyúlni, hisz a két héttel ezelőtt pénteken lezajlottak az Agrárgazdasági Kamara választásai, ahol a magosszal 17 társadalmi szervezet kötött megállapodást. A 17 között az Országos Erdészeti Egyesület és a MEGOSZ is ott volt, jelen volt, és ennek az összefogásnak az eredménye is, én azt gondolom, hogy a választások ebbe az irányba haladtak és így alakultak. Mi a legfontosabb feladatunk? A jogi környezet megtekintését egy picikét nézzük át. Hát nyilvánvaló a gazdálkodáshoz szükséges jogi környezet a legfontosabb, és itt megint az erdőről beszélek, nem csak a magáról, hanem úgy ámblokk az erdőről. Talán 2-3 mondattal engedjétek meg, hogy jellemezzem ezeket a törvényeket. Ugye a 96-os a tulajdonváltás idejében született, teljesen hatósági feladat volt, ami így is volt rendjén, hisz a magánnak nem volt közelmúltja, tehát nem volt más választás, el kellett fogadnunk. Ugye éreztük, hogy 2009-ben pedig a törvény inkább a természetvédelmi hatás alá került, tehát több olyan elem került be a törvénybe, ami a természetvédelem, természeti értékeink megvédésének, illetve magának, a termelőszektornak, én azt gondolom, hogy nem igazából tettek jót, tehát túlsúlyba került a természetvédelem. És ugye a 2017-es, a 9-esnek a módosítása, ez a törvény talán az, ahol ezt megtaláljuk az egyensúlyt a természetvédelem és a gazdasági szektor között. De ennyi szó még nem esett az elmúlt kettőben, de talán a 61-esben sem, nyilván a 61-esben sem, a magánerdőről, mint ebbe a törvénybe. Ezt nyilván a magánerdőgazdálkodók üdvözlik, de hogy jött létre ez a törvény, erről is egy-két gondolatot engedjetek meg. Meggyőződésem, ha nincs szakmai összefogás, ez a törvény nem így alakult volna, hisz visszautalok arra az alapgondolatra, hogy az erdő érdeke, hogy ilyen törvényünk lett, és természetesen az erdő gazdálkodóké is. Egy négyes fogat kötötte magát be az igába, aki a törvényalkotásban nagyon keményen, sarkalatosan, minden alkalommal négy aláírással kiállt. Országos Erdészeti Egyesület, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
ProSilva Egyesület és a MEGOSZ. Ezt következetesen, hangsúlyozom még egyszer, következetesen tettük meg, és eljutottunk a törvényalkotásig, ami én azt gondolom az utolsó hetekben, hónapokban elég göröngyös volt, de a végeredmény most már számotokra ismert. Györfi Balázs úr nevét azért meg kell, hogy említsem, hisz az utolsó lehetőség az egyéni módosító javaslatokban volt, amikor bekerülhettek azok a apró cizellálások, amiket fontosnak éreztünk, és megint hangsúlyozom, a teljes erdészeti ágazat. Ez megnyugtató volt számunkra, támogatta a Mezőgazdaságbizottság, ez érdekes dolog volt a tárcának az állásfoglalása, de a kormány támogatta, és kérem, 66,9%-os, tehát kétharmados többséggel megszületett az erdőtörvény módosítása. Ezt mindenképpen nagyon fontosnak találtam elmondani. Nyilván mindenki tudja, hogy a végrehajtási rendeletek születőben vannak, és ugyanezt az utat járjuk, a négy társadalmi szervezet közösen áll ki a végrehajtási rendelet mellett, és törekszünk arra, hogy a törvény szellemének megfelelően íródjanak a végrehajtási rendeletek. Nagyon fontosnak tartjuk, ami szintén az egész szakmának az érdeke, azt a jogharmonizációt, aminek le kell követni, hogy a számvitelt, a könyvitelt, az adójog, illetve a földtörvényhez pedig nyilvánvaló, hogy illeszkedik. A következő képről talán az államtitkár szót tessék elsősorban figyelni, ismert mindenki előtt ez a tábla, és ezt azért tettem be, hogy az életútból egy nagyon picit kiragadjak. Ugye Kán Károly 1919-ben erdő és faügyek kormánybiztosa, majd 24-ben, 25-ben az erdő és faügyek címzetes államtitkára. Abban az időben képviselte ő a magyar erdőket, amikor túl vagyunk Trianonon, és elveszítettük erdeink 84%-át, de államtitkár képviselte az erdőgazdálkodást, a magyar erdőket. Ez talán azért érdemes számomra, mert szívesen látnám, hogyha a következő ciklusban az intézményrendszerünkben, természetesen a legfelsőre gondolok, Bitej államtitkár úrnak az ajtaján nem állami földekért felelős államtitkárság lenne felírva, hanem a magyar termőföldekért felelős államtitkárság, és ezen belül pedig mind a két szektort a főosztályon belül egy-egy osztály képviselhetné. Én azt gondolom, hogy az utolsó mondat az magáért beszél, a magyar erdőgazdálkodás rangjának az emelését jelenteni, hogyha hasonlóak történhetnének. Nagyon fontos a rendezetlen erdőterületeknek a vizsgálata. Egyébként Európában, minden országban vizsgálják az okokat, okozatokat, és igazából a rendezetlenség szinte mindenütt más-más dologra vezethető vissza. Egy-két számot talán, ugye egy-két adatot, 20,8% az erdősültségünk, ebből a magán 878 ezer hektár, és körülbelül az összerdőek 10%-a rendezetlen, ez a magánerdőnek ugye 22,8%-át jelenti. Ahogy mondtam, különböző országokban más rendeleteket hoznak vagy találnak ki, hogy ez a rendezetlenség csökkenjen. Ugye Dániában az államra átszáll, hogyha nem vállalják az örökösök, másik országokban akár elverés útján értékesíthetik. Nyilván Magyarországon a saját dolgainkat kell kitalálni, és nekünk kell gondoskodni arról, hogy maga a rendezetlenség csökkenjen. Nagyon fontosnak tartom a rendezetlenség csökkentésének az egyik lehetőségét, hogy az a szakirányítási támogatás, ami korábban integrátori támogatásként működött, az újra napvilágot lásson, hisz abban az időben, amikor normatív támogatás volt a kezelt szakirányított erdőterületekre, akkor én azt gondolom, hogy a rendezetlenség nagyságrendje csökkent, az erdőfelújítások sikeresebbek voltak, és talán nyugodtan mondhatom, hogy többet is termeltünk.
Most amióta ez megszűnt, azóta a rendezetlenség száma, rendezetlen területek száma növekedett, és ha a lehetőségeket nézzük, akkor kevesebb, 1,2 millió köbméterrel kevesebb fát termelünk ki, tehát ennyivel több lehetőségünk lenne, és talán tűzifa hiányról sem beszélnénk, ennek vizsgáljuk meg a foglalkoztatási vonzatait, nyilván vizsgáljuk meg az adóvonzatait, tehát minden összefüggést vizsgálva azt gondolom, hogy szerencsés lenne, hogyha a szakirányítás visszaállítása ezeknek a területeknek a nagyságát csökkenthetné. Mi kellene ehhez igazából? Hát nyilván pénz, erről beszélünk, a támogatás, a forrás az pénzben jelenik meg. Nagyon dicséretes, hogy 2018-ban már költségvetési sor alakult ki, és 2019-re az előirányzás, nem tudom, hogy a számom jó, államtitkár úr, e körül van, 2,5 milliárd forint kerülhet a költségvetési tervezetbe beállításra, ami én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség lenne a magánerdőgazdálkodók számára, illetve a szakirányítók számára, maradjunk, ahogy a szakirányítók számára. A legfontosabb feladata persze ennek a csapatnak majdan a vidékfejlesztési program erdészeti jogcímeinek a lehívása, illetve ahogy kezdtem, a rendezetlen területeknek a csökkentése. A vidékfejlesztési programról, ami a magánerdőgazdálkodásnak a legnagyobb forrás lehetőséget jelenti az elkövetkezendő években. Egy pár gondolatot engedjetek meg. Én azt hiszem, hogy az előző támogatási lehetőségek is fontosak voltak, de most az elkövetkezendő években mindenképpen egy pár jogcímnek a lehetősége az égető az erdőgazdálkodók számára. 2017-es év azért is különleges az erdőgazdálkodás részére, mivel tavasszal az összes erdészeti jogcím megjelent, nyilván a törvényt említettem, ez is egy nagy dolog volt számunkra. Viszont hogy készültek ezek a felhívások, talán többen közületek is részt vettek ezekben a munkacsoportokban, ezek a pályázat előkészítő munkacsoportok, tehát viszonylag sokat jártunk Kecskemétre, hogy ezek olyan formába lássanak napvilágot, ami működőképes, elkölthető, felhasználható. Azt is meg kell mondanom őszintén, hogy az első találkozásokkor azért nem tudtunk egy nyelven beszélni. Idő kellett ahhoz, hogy igen, a szakkifejezéseket megismerjük, azok helytállóak legyenek, és valóban a teljes ágazat számára jó kiírások, viszonylag jó kiírások szülessenek. Hát ugye ezek a támogatási rendeletek, amik megjelentek, és aztán kiderült, hogy azért egy-egy támogatási rendeletben vannak olyan problémák, amik hát nem népszerűek, és nem biztosítják a lehetőséget a felhasználásra. A felülvizsgálatok és a módosítások is megkezdődtek. Köszönjük a miniszterelnökségnek, hogy meghallgatta ezeket a felvetéseket, és partner volt a módosításokban. Hisz majd, amikor konkrétan beszélek a jogcímekről, akkor éppen az erdősítés az, amit már így előzetesen örömmel jelenthetek, hogy elmúlt pénteken megjelent a módosítása az erdősítés jogcímnek, ahol a paraméterekben változások vannak. Átcsoportosításokról gondoskodni kell, és itt várjuk a gazdálkodóknak a visszajelzéseit, az észrevételeiket, hogy igazából melyik jogcím az, ami népszerűtlenebb, vagy a felhasználása nehézkesebb, az idő szűkösségére való tekintettel, tehát szükséges lesz az átcsoportosítás. A kifizetési kérelmekről meg talán annyit, ezt a mondást mindenki ismeri, hogy hadsz, akkor gyorsan adjál, mert aki gyorsan ad, az kétszer ad,
Tehát a kérés az nem csak nekünk, hanem szintén az egész szakmának. Ha egy támogatást szeretnénk igénybe venni, azt a támogatást el is nyertük, meg is valósítottuk azokat a beruházásokat, akkor szeretnénk, ha holnap az asztalunkon vagy a bankszámlánkon lenne ez az összeg. Ezelőtt, hát közel 20 évvel a Barta Pali szervezet egy tanulmányt ad Németországba, ahol nyilván a rendszerváltozás utáni időszak és az erdőgazdálkodás volt a fő téma. Türingiában voltunk, és erdészeti útépítést mutattak be, ahol a pályázat a borítólappal együtt, tehát az első 4 oldal volt, és az egésznek az volt a lényege, hogy visszaemlékszem, hogy hány méteres az utad, milyen típusú utat építesz, és ez mennyibe kerül normatív támogatás szerint, mert az a C-típus út, azt egy mérnök csoport kidolgozta, és annak olyannak kellett lenni. Elkészült az út, megmérték a hosszát, megfúrták, megmérték a szélességét, kiszorozták, és 2 hét múlva ott volt a pénz. Mi 2005-ben építettünk egy erdészeti magánutat, 360 oldal volt a pályázat, és 5 példányba kellett leadni, akkor aláírás mintát változtattam. Elmentem a cégbíróságra is, vagy az ügyvédhez, és a 1000, mint a hány száz aláírás után megváltoztattam az aláírásomat, mert ezt egybe kellett aláírni. Hosszú aláírásom volt, és most lett egy krix-krax, mert ennyit kellett aláírni. Azt gondolom, hogy érzékelhető a különbség, maximálisan érzékelhető a különbség. Mik is azok az erdészeti jogcímek? Teljes felsorást látjuk, de ebből igazából 3-4-el szeretnék egy picikét foglalkozni. A legfontosabb az erdősítés, hisz Kán Károlynak a mondata, erdőt az Alföldre, én meg azt mondom, hogy erdőt Magyarországra, azon az örökség él, és ez az a jogcím, ami napjainkban lehetőséget biztosít az erdő telepítésekre. Itt is már ugye a nomenklatúrában erdősítést látunk, azt tanultuk az erdősítés, az erdőfelújítás és erdőtelepítés. Csak az erdőtelepítésre kell gondolni, tehát az erdőfelújításokat nem finanszírozza senki ebből a pénzből, csak az erdőfelújításokról, erdőtelepítésekről beszélünk, bocsánat. Ahogy említettem, ez már az elmúlt évben megjelent, nagyon kevés pályázat érkezett be, és ennek az oka nyilván az volt, hogy a paraméterek nem voltak olyanok, ami a tulajdonos számára kedvező lett volna. Mikor kedvező a tulajdonos számára egy környezet? Hát feltételezem akkor, hogy előveszi a kockáspapírt, elkezd számolni, és a végén kijön, hogy nekem ez megéri. Megéri nekem erdőt telepíteni. Akkor azt mondja, hogy a termőföldemet feláldozom, beáldozom erdő céljára. Persze kötődik is hozzá, szeretne erdőt, ugyanakkor pedig azt mondja, hogy nekem ebből kellene megélni, vagy az unokámnak ebből szeretnék adni, vagy a családok ebből szeretnék járatni. Köszönöm szépen. Ebből szeretnék járatni a gyereket iskolába. Én azt gondolom, minden szempont nagyon fontos. Jeleztük, hogy nem jók a paraméterek, nem jók az egységárak, változtatni kell rajt, és a miniszterelnökség partner volt ebben, felkérte az ERTI-t, hogy ezeket a számokat vizsgálja meg, és foglaljon állást, hogy ezek az összegek, ezek az egységárak, ezek jók, avagy sem. Örömmel jelenthetem, hogy az erdősítés tekintetében, a pénteki állapotot figyelembe véve, erdőtelepítés esetén tölgybük, egyéb kemény lomb 2103 euróról 2789 euróra emelkedett. A ápolási, fenntartási költségek pedig 2651-ről 3168-ra, és akkor többi fafajt is természetesen felsorolja, de érzékelhető a változás, illetve érzékelhető a változás a jövedelempótló támogatás tekintetében is, ahol 79 eurót határozott meg, és ez 174 euróra módosult. Ez kevesebb lett, mint amit szerettünk volna. Én igazából a 360 eurót szerettem volna elérni, nem a 179-es, és ez a 360 euró, ez pedig úgy jött ki, hogyha
2004-es állapotot nézünk, 20 évre szólt a jövedelempótló támogatás, akkor adtak emelt szintűt 244-et, megszoroztam, visszaosztottam, kijött, mindig most 12 évre van jövedelempótló támogatás, amiből az első év, az az első kivitelben már benne van, és 11, plusz 11 évre szól a 174 euró, tehát jó lett volna, hogyha ezt a számot elérjük, de az indok az volt, hogy azért nem lesz ilyen magas, mivel SZABSZ támogatásban részesül, csak maga a rendelet pedig azt mondja, hogy SZABSZ támogatás addig jár az erdőtelepítésekre, amíg van. Amíg van, tehát amíg van, és ha lesz, akkor nincs probléma, 12 évig lesz, aki én azt gondolom, hogy normális, de ha nem lesz, akkor ez egy picikét kevésnek bizonyul. Nagyon fontos az erdősítés jogcíménél, hogy lehetőség van az ültetvény telepítésre is. Az akác és nyár esetében én azt gondolom, hogy ez egy sláger lesz, ebből több fog, én azt gondolom, megvalósulni, mint az erdőtelepítésből, hisz az a különbség, hogy az ültetvénynél nem kell művelési ágat váltani, nem kell konzerválni erdőterületnek, hanem majdan a 12, maximum, mert minimum 12 évig kell fenntartani, maximum 20 évig, az ültetvény lejárta után eldönti a tulajdonos, hogy a termőföldjén kukoricát szeretne termelni, avagy újra akácot, nyarat vagy erdőt szeretne, mert nyilván erdőtelepítésre is felhasználhatja. Ez nagyon fontos, hogy így van, hisz ha nézzük a világ élelmiszer ellátását, akkor tényleg nagyon nehéz eldönteni a termőföld tulajdonosának, hogy a szántóját, legelőjét mire használja. Természetesen ez a rendelet módosítás most talán ösztönöz bennünket arra, hogy több erdőt telepítsünk. A másik nagyon fontos jogcím az erdészeti géptámogatás, amire olyan nagy szükség volt, hogy igazából elmondani sem lehet. Azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha ki kellene menni az erdőgazdálkodás gépparkjával az utcára mondjuk tüntetni, hát igazából akkor lehetne megnézni, hogy az átlag életkor, a közel 28-30 éves átlag életkorú gépek sorakoznának fel elsősorban. Természetesen vannak kivételek, egy pár cég, akár magán, akár állami rendelkezik forwarderekkel, de alapvetően kijelenthetjük, hogy a magyar erdészeti géppark Magyarország szégyene. Nyugodtan kijelenthetjük. És az a 4 milliárd, ami forrás keret rendelkezésre állt, az az első körben a kiírást követően körülbelül 2 hónap múlva el is fogyott, tehát felfüggesztésre került. Itt már most jelzem, hogy az egyik átcsoportosítás lehetőség a géppályázatra történő átcsoportosítás, hisz legkönnyebb elkölteni, legkönnyebb leszámolni vele, és nagy szükség van rá. Nagyon fontos a Natura 2000-es terület támogatása, hisz Natura 2000-es területek úgy alakultak ki, erre is egy példát engedjetek meg, egy tulajdonlapot váltottam annak idején az egyik területünkről, és észleltem, hogy rajt vagy Natura 2000-es korlátozás alá esik. Senki nem kérdezett meg bennünket. Senkit nem kérdezett meg. Egyszerűen rávezették a korlátozást, és ugye akkor mindenféle támogatás nélkül, tehát igazából nem ajándéknak fogjuk fel ezt a lehetőséget, ugyanakkor maga a lehívása az viszont egy kiválóan kitalált, tökéletesen működő, gyorsan működő, ismeritek, fafajhoz, korhoz kötött, egy gomnyomás és megvan, hogy mennyi a támogatás összege, ez viszont nagyon jól működik, ennek örülünk, és hát természetesen tudomásul vettük, hogy ezek a korlátozások élnek, és ennek kapcsán talán a korlátozásokról még egy gondolatot, mert az időm azt gondolom, hogy elfogy, hogy az új erdőtörvény ugye rögzítette a korlátozásokat, és ha azon felüli korlátozásokról beszélünk, akkor egyedi megállapodásokkal, megegyezéssel, szerződésben rögzített feltételekkel kompenzációt lehet elérni. Nyilván ehhez is forrás kell, pénz kell, költségvetés pénz kell, de én azt gondolom, hogy a költségvetés kezében van az olló posztó, pontosan fogja tudni,
hogy milyen összeg határolható el a plusz védelmi feladatokra, és mikor jön el az ideje, amikor ezt meg is tehetjük. Igen, és akkor még egy kockám van itt a végén, ahol megköszönöm a figyelmet. Én is belekeveredtem a papírjaimba. Igen, szeretném azért fel is olvasni. A magyar erdők szolgálják a magyar emberek boldogulását és boldogságát, az erdő tulajdonosok erdei pedig szolgálják családjaik megélhetését és jólétét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!